Egész Európát sújtó energiaválság az uniós tagállamok közül talán Németországot fenyegeti a legnagyobb mértékben. Az orosz gáztól szabadulni akaró Berlin ugyanis, vélhetően a szankciós politika és a háborús logika eredményeképpen már csak nagyjából ötödét kapja a korábbi gázmennyiségnek Oroszországtól, és az egekbe szökő infláció, na no meg a lakossági pánik hangulat mellett egyre reálisabb opcióként számolnak az ipari energiakorlátozás lehetőségével is. Ezt pedig a alapjaiban változtathatja meg azt a Németországot, amit eddig ismertünk. Na meg a németországi szerepet az európai és világ térképen. Póca István, a Battyányi Lajos Alapítvány szakmai programvezetője van velünk itt a stúdióban. Köszöntenek, köszönöm, hogy bejöttél. Jó reggelt, kívánok és köszönöm. Akkor ezt most megismételjük. <laughs> ne, jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat, most már van hangom. <laughs> szóval, az alapvetés, amit én ebben a beköszönésben megfogalmaztam, az az, és ez látszik egyébként hónapok óta, hogy nagyon úgy tűnik, mintha az Európai Unió központi országának, a magjának számító Németországban alapvetően változnának, vagy egy alapvető változás előtt állna az élet. Ezek a változások miben érhetőek el? Miben érhetőek tetten az egyes szegmenseiben a német létnek? kezdjük talán akkor a társadalommal, hogyha már a változtásról beszélünk is tetten éresső, Nyilván ugye ez bizonyos szempontból egy érzékelés, és a németek hogyan érzékelik a változásokat. Az biztos, hogy Németország egy nagy változás alatt van, és én azt is gondolom, hogy Németország nem egy erősödési fázisban van. Németország magához képest is gyengül, és egyébként az Európai Unión belül is gyengül. Igaz az egyébként ez politikai szempontból, de mondhatjuk bizonyos szintén ez társadalmi szempontból is igaz, hiszen ugye a társadalomban is olyan típusú problémák kezdtek el megjelenni, ami egyértelműen azt mutatja, hogy nem az erősödés irányába, nem a stabilitás irányába hat Németország. Szándékosan használtam a stabilitás szót, a németeknek egyébként egyfajta, hogy, fog, hogy fogalmazzak szépen, stabilitás fetisizmusa van, nekik az a legfontosabb tényleg mindenbe, egyébként a gazdaságba, a politikába, mindenbe, az a lényeg, hogy csak stabilitás legyen. Instabilitást nagyon nehezen viselik, nehezebben viselik egyébként a, a nehéz gazdaságok, nehezebb gazdaság, az körülményeket nehezebben, vagy könnyebben viselik egyébként a még akár egyébként egész konkrétan a háború vagy háború közeli állapotokat is, mint az, hogyha instabilitás van és bizonytalanság van. Németeknek nagyon fontos az, hogy tudják, hogy ki irányít, hogyan működik az ország, és hát nyilván egyébként ebből a szempontból most egy érdekes helyzet van, hogy hát az nem feltétlenül lehet mindig tudni, hogy ki irányít, és hát ugye erre utaltam, hogy ez a társadalomban is egy érdekes ugye, hullámokat vet, de ez még csak három párt adja a mostani Németországi koalíciót, és a három pártnak három különböző elképzelése van. És nehéz ebben a helyzetben a németeknek, hát mondjuk, mondjuk úgy, hogy hova nézni. Mert, ugye, hogyha a zöldekre néznek, akkor látnak, meg hallanak egy valamit. Hogyha a szociáldemokratákra néznek, látnak, hallanak egy másik dolgot, közben, ugye, látszik egyébként, hogy van az FDP-nek is egy nagyon határozott álláspontja, de hát azért egyre többen tekingetnek, meg kacsingatnak újra a jobb oldal felé, mert azt látják, hogy ez a koalíció, amelyik most irányítja Németországot, az nem képes és nem alkalmas feltétlenül arra, hogy olyan szintű víziót adjon, amit egyébként Angela Merkel, tudunk róla mondani, jót is, rosszat hát is maradjunk ennyiben azért az elmúlt évtizedből, de hogy ő azért neki volt egy, egy víziója. Ha a társadalomnál maradunk még mindig, nekik ugye a mindennapi életüket is befolyásolja ez a jelenlegi krízis helyzet, ami energiakrízisben és háborús krízisben is, no meg hát az ezekből eredő elég komolyan vehető gazdasági előrejelzésekben is megnyilvánul, amely egy elég komoly recessziót jósol elsődlegesen Németországnak, és ebből kiindulva mondjuk az egész eurozónának és Európai Uniónak. Nagyon régóta hallhatjuk azokat a híreket, hogy készítik fel a német lakosságot azokra a korlátozó intézkedésekre, amelyek nyilván most még a nyári hónapokban talán kevésbé érezhetőek, de a téli hónapokban valószínűleg egy testközeli valóság lesz számukra. Ez hogyan befolyásolja a német közhangulatot? német társadalom hozzá van szokva ahhoz, hogy egy folyamatos fejlődés, amiben ők vannak, és egy folyamatos fejlődés egyébként az anyagilag is, és sok más szempontja sok más szempontból is igaz. Nekik ez a normális, nekik az a normális egyébként, hogy a lépésről lépésre jobban élnek. Nyilván egyébként, ha az ember belegondol, akkor az egy szép dolog és egy kívánalom, de azért a történelem sok tekintetben azért más mutat, hogy nem feltétlenül minden korszakban az egyértelmű fejlődés volt az, ami, hát hogy is mondjam, az emberisnek a történetét végig kísérte, és hát ez a mostani, mondjuk ez a modern kor, vagy, vagy szupermodern kor inkább már termelik ki azt a várakozást, hogy, hogy, csak akkor érezhetjük jól magunkat, és csak akkor működik minden jó, hogyha folyamatosan fejlődünk. És Németország valóban egyébként az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, de az elmúlt egy-két, vagy hát mondjuk most már 5-6 évben is, nagyon komoly válságjelenségek mutatkoznak. Az egyik komoly válságjelenség, és az első komoly válságjelenség, hogyha már a társadalomra kezdtünk el beszélgetni, a megrázta a társadalmat, az a migráció. Ugye a politika belehajszolta a társadalmat abban, hogy akkor most egy befogadási kultúra, szegény közelkeleti, meg észak-afrikai bevándorlók, ők valójában menekültek, és hogy ők milyen szerencsétlen sorsok, és kötelező németországnak segíteni rajtuk. Aztán ugye ez megtörténtek ezek a lépések, és ugye mi, mi volt, ami a lakosság, a társadalom számára ebből tapasztalat volt, a biztonsági környezetnek a romlása, és hiába egyébként lehet kimutatni statisztikailag, meg központi statisztika az most már évek óta azt mutatja, hogy Németország egyre biztonságosabb ország, egyre kevesebb bűnelkövetés történik, hogyha közben az emberek azt tapasztalják, hogy jó, lehet, hogy összszámát tekintve kevesebb a bűnelkövetés, viszont olyan típusú bűnelkövetési formák jelennek még, mint a szexuális erőszak erőszak, a személy elleni erőszak, támadások és hasonlók. Tehát, hogyha választani kell, nyilván bűn-bűn, bűncselekmény, bűncselekmény, de hogyha választani kell egy fehér galléros bűncselekmény bűnözők között, meg mondjuk egy erőszaktevő vagy terrorista között, akkor azért szerintem a hallgatók is tudnak választani, ha muszáj választani egy ilyen furcsa szituációban, akkor inkább szívesebben választják a, választanak egy olyat, hogy akkor pénzügyi csalás, nyilván azt is ítéljük el, persze, meg minden, de teljesen más, vagy hát az embernek a saját érzésére. És ugye már az érzésekről beszéltem, ugye utaltam arra, hogy komoly válságjelenségek kezdenek mutatkozni, és ebből egy nagyon érdekes személyes tapasztalatom is van tavalyról. Egy nemzetközi delegációval jártam egyszer Münchenben, egyszer meg külön Berlinben egyébként a választásokat megelőzően. És pont Münchenben hívtam fel a figyelmet, amikor beszélgettünk ott többekkel, hogy hát Mondom, hogy takarjátok már le a, a, a városképet a fejetekbe, ne nézzetek arra, hogy hogy néz ki a város, csak az autóparkra koncentráljátok. És ha megnézzük az autóparkot, az autópark az szinte ugyanaz, mondhatjuk egyébként azt, megkockáztam, hogy ugyanaz összetételben, mint Magyarországon, mint Budapesten. És ugye ez a németek szempontjából egy érdekes helyzet, mert ahogy mondtam, hozzászoktak ahhoz, hogy mindig jobb, mindig több, mindig, mindig van fejlődés, de azért ahhoz is hozzászoktak, hogy ők mindig jobban is élnek, mint egyébként kelet-közép-európa. És ugye az Európai Uniós gondolat az arra alapult, hogy hát Németországnak milyen jó, és nyilván egyébként van egy szép politikai, meg kommunikációs máz ezen, hogy hát fejlesztés, és mindenki azonos életszínvonalon él, éljen majd meg ilyen típusú célkitűzések, de hát azért ezt a németeknek egyre nehezebb eladni, és hát ugye látszik gazdasági szempontból is, hogy egyre nehezebb eladni, főleg egy görögországi euróválság után, és most azért verik folyamatosan az azt az, az olaszoknál is, hogy megszorítás, 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 mert hogy az érzése a németeknek, hogy ők finanszírozzák a jólétet Európában, ők viszont nem élnek annyival jobban, mint amennyit finanszíroznak. Nézzük a konkrét válsághelyzetet, mert kijelentettem, hogy van, de nem alapoztuk meg ezt a válsághelyzetet. Egy kicsit menjünk le a számok szintjére, hogyha megengeded. Hol tartunk inflációban Németországban, hol tartunk az energiaárakban, hol tartunk az energiavárakozásokban, mire lehet számítani most a őszi hónapokban a gáz csökkentés miatt az Oroszországból érkező, vagy nem érkező gáznak a lecsökkentése miatt, és hogyan hat ez az nem európai, a németországi gazdaságra egy ilyen nagy képet, ha esetleg adná nekünk. Után a kereskedelmi mérleggel, étterek után először fordult negatívba, ami azt mondja az ember, hogy jó, hát van ilyen, de Németország szempontjából nem igazán van ilyen, méghozzá azért, mert egy iparra épülő és egyébként termelésre épülő gazdaság a német gazdaság. Ugye ez már egy nagyon komoly válsággeneráció, ami azt mutatja, hogy több, tehát hogy a kereskedelmi mérleg negatív, az azt jelenti, hogy kevesebbet exportálnak, mint amennyit importálnak. Ugye ez egy meglepő fordulat. És látszik az, hogy közben a német politika belehajszolt a német és egyébként a német embereket is abba, hogy a, csak a zöldítésben van a jövő. Ez annyira erősen jelen volt egyébként a német választási kampányban, hogy az ember nehezen tudta elkülöníteni egymástól a pártokat, mert mindegyik pártnak az üzenetének az egyik központi eleme az a klímavédelem, a zöld célok. Egyébként a, én magam csodálkoztam Münchenben, meg Berlinben a plakátokon, hogy például egyébként a CSU-nak is, ugye, aminek alapvetően kék és fehér a színező színnel kezdtek el plakátolni, és hát ugye voltam egy kampány eseményen, német szövetségi miniszter, korábbi ugye Merkelnek a kormányából egy szövetségi miniszter tartott egy három dórás órás beszédet, körülbelül egyébként a 90 százaléka az erről a kérdésről szólt, klímavédelemnek a kérdéséről szólt. Viszont ugye az is látszik, hogy a klímavédelem az nem feltétlenül összeegyeztethető, az az a típusú gazdasági működéssel és fejlődéssel, mert Németország ugye volt és van, nagyon sok energiára van szükség, és hogy hát belehajszolták az embereket, abban, hogy az atomenergia az rossz, az atomenergia veszélyes, az atomenergia káros. Nyilván egyébként ez a fukusimai történtekkel van összefüggés, ugye akkor hozta meg a német kormány azt a döntést, hogy az atomenergia az veszélyes. Hát ö, ugye kicsit nehéz elképzelni, hogy többen feszegették ezt a kérdést, hogy Németországban mondjuk ö, ö, hirtelen szökő alakul ki, ö, vagy pedig hirtelen ö, földrengés. Nyilván a, nem lehet kizárni a a lehetőségét, de azért mondjuk azt, hogy meglehetősen alacsony ennek a valószínűsége. És hát azért mondom, hogy belehajszolták az embereket ebbe, mert most vannak abban a szituációban, hogy akkor ott állnak, hogy jó, gáz az egyre kevesebb van, tulajdonképpen nincs, ugye belehajszolták saját magukat abba a szituációba is, az északi áramlat. Kettő, azt nem szabad megnyitni, mert Oroszország irányába tett pozitív gazdasági lépés, és nem akarják a németek az oroszokat támogatni abban, hogy háborúzanak Ukrajna ellen, és akkor ott van, ott, ott állnak jelen helyzetben, hogy jó, lesz energia honnan fogják működtetni a gazdaságot. És egyébként, ha már kitértünk arra a kérdésre, hogy az emberek hogyan érzékelik, és hogy hogyan megy a felkészítés, ez már tavaly megkezdődött. Visszaemlékszünk rá, tavaly már november körül szinte a semmiből robbant, ugye itt van is a hír, hogy a német a honvédség, fogalmazunk akkor így egyszerűen a Bundeswehr készítette egy olyan videót, hogy mit kell tenni akkor, hogyha nincsen energia, nincsen fűtés. És ugye akkor döbbenetes volt, mert hát ugye a németek hozzászoktak meg egész Európa hozzászokott ahhoz, hogy fűtés van, energia van, és ugye on, a, a, onnan lehetett gondolni, hogy lehet, hogy valami probléma lesz, hogy utána az osztrákok is készítettek egy videót, ott meg, az, ugye az meg arról szólt, hogy mi van, ha nincsen áram. És hát ugye, és akkor még nem, nem, nem jártunk ott, hogy akkor itt most orosz-ukrán konfliktus, és hogy komoly gazdasági problémák. Nem, nem, érkezik annyi földgáz és hasonló. És ugye, ha, ha, már akkor ez a probléma felvetődött, akkor most különösen felvetődik ez a probléma, viszont, ahogy mondtam, már elkezdték csepegtetni a társadalomnak. Ugye az, hogy kevesebbet kell fogyasztani, jöttek ugye az ötletek, hogy akkor ne fürödjenek annyit, elég hetente, egyszer-kétszer fürdeni, ne mossanak ruhákat, mert szellőztetni a ruhákat, akkor ugye nem akarok ízléstelen lenni, de hogy mindegy, ezt inkább hagyjuk, bocsánat, voltak azért nagyon durva megoldások, hogy az közben kell bizony elvégezni, úgyhogy mert hogy akkor egyforma víz folyik. Tehát, hogy ilyen teljesen értem, tényleg ilyen nagyon ilyen valóságtól elrugaszkodott dolgok, amik nyilván arról szólnak, hogy jelentős mértékben nem csökkentik egyébként az energiafogyasztás, nyilván valamennyit csökkentik, de az alapvetően kommunikáció rossz. És a kommunikáció mennyire működik, pont egy napunkban láttam az egyik német, amiket azt hiszem Berlin tartománynak a, a, a valamelyik miniszterét megnyilvánulni energiakérdésekben is. Úgy a elő, hogy ők lekapcsolják a, világítást, a különböző, tehát a, a a közintézményeknek, meg ilyen múzeumoknak és ugye műemléképleteknek, mint hogyha, mint hogyha ez a világon valami fantasztikus dolog lenne, és hogy ez milyen jó, hogy ők mennyit spórolnak ezzel, és milyen fantasztikus. Ez ugye erről beszélek, hogy belehajszolják magukat abba, hogy tulajdonképpen ez jó, mert tulajdonképpen megtakarítunk, tulajdonképpen zöld, és akkor megpróbálják az emberekkel elfelejtetni azt, hogy ez az valójában azért van, mert egy háború dúl, és valójában azért van, meg gazdasági problémák vannak. Nem fog tudni elfelejtetni az emberekkel, mert ugye, hogy utaltunk már rá, brutálisan növekednek az energiárak, egyre kevesebb az energia, és ilyen németek se keresnek annyival többet, hogy meg tudják maguknak engedni azt, hogy bármennyi pénzt elköltsenek fűtésre vagy világításra. Az iméntiekhez hozzá szeretném fűzni ugye a nagy zöld politikai gondolat, azért már most ott tartunk, hogy újra üzembe állítják a szénerőműveket, újra szóba került, hogy esetleg mégsem kapcsolják le az atomerőműveket, és ráadásul ugye a zöldek részéről indult el ez a kezdeményezés, és hát annál azért vannak pragmatikusabb ötletek is az spórolásra, mint amit az imént mint nem említettél hála az Istennek ízlésesen. Például ugye, ha jól látom, gázilletéket szeretnének kivetni októbertől Németországban. A munkahelyeken lejebb csavarnák a fűtés, sőt, homofizba kényszerítenének bizonyos munkakörökben embereket, aminek már van egy olyan előszere is, hogy alapvetően munka, munkaerőhiányos állapot van erősen Németországban, ami amit ez esetleg még inkább fokozhat. Viszont én szeretném, hogyha az idő szaladása miatt megmaradnánk a háborús kérdéseknél, mert ugye a német közgondolkodásban a háború elejétől azért az egy egyértelmű kérdés volt, hogy a szankciós politika uniós részről, ami nyilván egy német kezdeményezés alapvetően az jó. De hogy gondolkodnak erről most? Németországban a német társadalom. A különböző felmérések vannak ezzel kapcsolatban, és ugye valamilyen szinte még mindig ér az a gondolkodás, hogy alapvetően sokkal fontosabbak az értékek, mint az, hogy mennyibe kell az energia, meg hogy van-e van -e energia. Viszont érezékelhető egyébként a, az a trendforduló is. Ugye azért izgalmas az a kérdés, mert ugye egyrészt beszélünk energiának meg beszélünk egyszer egy háborús kérdésről, de arról kevesebbet beszélünk, és azért az a német sajtóban elég nagy, hogy is mondjam, hullámokat Vetett, Németország ugye elkezdett fegyvereket szállítani Ukrajnának. És hát ugye azért Németországban a háborús beavatkozás, és ugye ezt nem lehet máshogy mondani egy fegyverszállítást, mint egy háborús beavatkozás, nem feltétlenül jó emlékeket idéz az emberekben. Soka, sokan szeretnek úgy tekinteni Németországra, hogy Németország távol kell magát tartani, minden szinten a háborús konfliktusoktól óvatosnak kell lennie. De hát ilyen látszik egyébként, hogy a mostani német kormány az teljes mértékben inkább a belesodoródást választja ebbe a történetbe, nagyon határozottan állásfoglal, és azt mondhatjuk, hogy az eddigi mondjuk úgy erőfeszítéseik azok nem szolgálták semmilyen mértékben azt, hogy ez a háború hamarabb, le, hamarabb véget érjen. Sokkal inkább az látszik, hogy az elhúzódása elhúzódást mondjuk úgy, hogy olajozzák, vagy öntik az olajat a tűzre. Közben egyébként meg nem nagyon hiányolható az a típusú diplomáciai lépés, amire ugye mondjuk úgy, hogy szükség lenne, hogy akkor legalább megpróbálnák összehozni a feleket, vagy megpróbálnák diplomáciai megoldásokat találni. Eleinte volt, és nem is a németeknek, egyébként a franciáknak volt nagyon komoly próbálkozásai és erőfeszítési diplomáciai úton próbálják meg minél gyorsabban ezt lezárni. Ugye ez a francia elnökségről szólt, ez Macronról szólt, nem, ne gondoljuk egyébként, hogy ez a békéről szól csak és kizárólag, de mindegy, el kell ismerni, tegyünk egy pozitív jelet a Macronnak a neve mellé. Viszont a németeknél nem látszanak ezek az erőfeszítések, sokkal inkább az látszik egyébként, hogy tényleg nem érdekelni őket, hogy meddig tart az a dolog. És hát ugye itt a nagy kérdés az az, hogy, hogy mennyire német érdekez. Mert ugye többen már a választásokat követően, a német választásokat követően, akkor felállt a német kormány, akkor feszegették, hogy ez a mostani német kormány mennyiben német érdeket képvisel, és mondjuk mennyiben képvisel amerikai érdeket, amikor ugye megjelennek a kormánytagok, amelyek egyértelmű összekötetésben vannak az Egyesült Államokkal, mondjuk tegyük fel egyébként amerikai állampolgár és hasonlók, tehát hogy azért vannak minimum érdekességek, és hát ugye ezt egyre többször fogják majd föltenni a választók, ahogy haladunk Egyre közelebb és időben a következő németországi választáshoz. És ha már témánál vagyunk, ugye most már egyre gyakrabban is egyre. Hogy is mondjam, konkrétabban fogalmazzák meg katonai, biztonságpolitikai, geopolitikai szakemberek azt, hogy az Ukrajnában jelenleg zajló háború, és nem véletlenül fogalmazok így, ez nem feltétlenül Oroszország és Ukrajna összeütközéséről szól, hanem egy proxi háború zajlik, az amerikai érdekek csapnak össze gyakorlatilag az orosz érdekekkel. Egy kicsit vonatkoztassunk el most Németországtól, illetve talán mégsem. Németországban például ez a retorika mennyire jelenik meg, és mennyire látják azokat a folyamatokat, amelyek azért már itt Magyarországon is egyre gyakrabban kerülnek napvilágra. Például, hogy milyen konkrét amerikai érdekek vannak Ukrajnában jelenleg is, ami esetleg alátámaszthatja ezt a fajta vélekedést az orosz-ukrán konfliktusnak a valódi lényegéről. És nagyon egyszerűen és nagyon röviden tudok válaszolni, szinte mennyire. A német mainstream médiában ez nem igazán jelenik meg ez az egész probléma, akkor, amiről most beszélünk. És ugye azért tegyük hozzá, hogy egy háborúnál azért történelm mindig azt mutatta meg, és az volt a háborúnak a fő tapasztalata, hogy soha se azért vívják, a, hogy is mondjam, csak a jóért, a jó szépert, hanem mindig nagyon komoly érdekek vannak, és most is egyébként nagyon komoly geopolitikai érdekek vannak, és nyilván lehet arról vitázni, meg lehet arról beszélgetni, most mennyiben volt külső szereplőknek felelőssége abban, hogy kirobbant ez a háború, mennyire csak Oroszországnak a döntés, se volt, most tényleg időhiányában nem menjünk bele, de az egyértelmű, hogy az amerikaiak jelen helyzetben a saját előnyükre akarják ezt az egész szituációt fordítani. És ez az a dolog egyébként, amiről, amitől Henry Kissinger, ugye a nagy amerikai külpolitikai gondolkodó volt, külügyminiszter óvaintette a mostani amerikai vezetés, az egész EU európai vezetést, hogy ne akarják ezt a háborút úgy interpretálni, mint ez a, a nyugat és a Oroszország közötti nagy konfliktus, geopolitikai konfliktus, és ne akarják megnyerni és főleg ne akarják túlnyerni magukat ebben a háborúban, mert felborítják az egész világrendszernek a stabilitását, és egy teljesen bizonytalan szituáció alakulhat ki. És hát ugye közben, ha meg átnézünk a távol-kelesz, akkor az Egyesült Államok tegnapon tette egy olyan lépést, ami megint reméljük, hogy nem fog fogja -e háborúba sodorni a térséget ugye itt Kína és Tajvannak a kérdéséről beszélünk, de a jelenlegi amerikai politika bármennyire is mondja azt, hogy békepárti, bármennyire is mondja azt, hogy jobban kezeli, mint Donald Trump és a korábbi amerikai politika, közel nem kezeli olyan jobban, hogyha Donald Trump lenne most az amerikai elnök, akkor én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb stabilitás lenne nemzetközi szinten, bármennyire is meglepően hangzik ez. Ha nem csak az amerikai politikát veszük gorcsó alá, hanem az amerikai gazdasági elitet és azt a globális gazdasági hatalmat, ami egyébként az amerikai politika hátterében nagyon sok mérvadó szakember szerint mondom, még egyszer nem az én véleményem húzódik. Ott milyen gazdasági és politikai érdekek fedezhetőek fel ebben az ukrán háborúban? Itt ugye felmerültek földkérdések és föld birtok kérdések is Ukrajnával összefüggésben, ami esetleg indokolhat egy olyan megközelítést, hogy igenis érdeke az Egyesült Államok az, hogy Ukrajna győztesen keveredjen ki ebből a háborúból, de gazdaságilag erősen megsebezve. Tulajdonképpen, ugye, amiről beszélünk, az az a gondolatkör, ami kívülről szép hangzik, az Egyesült Államok a világ csendőre, és biztosítja a világon a, a békét és a biztonságot. És uh, ugye, hogy mi van e mögött, nagyon gyakorlati, és nagyon sok hollywoodi film is elárulja, hogy amerikai érdekek állnak, amerikai gazdasági érdekek állnak, amerikai politikai érdekek állnak, és nagyon sokszor egyébként csak az, hogy a, az ő elkép tűzeléseik szerint menjenek a dolgok. És most is, amire utaltam, hogy fennáll az a veszély és Kissinger felhívta a figyelmet arra, hogy ne akarják kiasztani ezt a helyzetet. Sajnos nem ez látszik, hogyha megnézzük, már ugye a háború előtt érkeztek, már az elnökválasztás előtt érkeztek azok a hírek, hogy Bidennek és a családjának milyen komoly gazdasági érdekeltségei vannak Ukrajnában, és mekkora személyes meg egyéni bizniszre meg a nyerességet tudnak szert tenni. És most pedig ugye arról uh, látunk uh, felröppenni híreket, hogy az amerikaiak már a háború után időben gondolkodnak, hogy hogyan tudják majd egyrészt van nyilván újjáépíteni, de hát nem csupán arról szól, hogy egy támogatás és segély és hasonló, hanem hogyan, hogyan tudnak majd hosszú távon profitálni, és láttam és olvastam annak, hogy felvetették bizonyos gondolkodók, elemzők azt is, hogy itt bizony nem csupán egyébként a mondjuk úgy, hogy a kapcsolatokról van szó, nem csupán gazdaságról van szó, hanem egész egyszerűen földterületről is szó van, hogy hogyan tudnak befolyás szerezni, mert ugye látszik az, hogy a világ kezd kifogyni a, nemcsak az energiából, hanem kezd kifogyni ugye a vízkészletből, és kezd kifogyni a termőföldből, és hát ugye ebből a szempontból egy meghatározó geopolitikai fegyver és eszköz lehet, hogyha valaki mondjuk úgyhogy az érdekszférájában tud egy olyan területet, egy olyan országot, ami ezekben hosszabb távon is bőségesen el lehet látva, és mekkora verseny is lesz majd gazdaságilag, és hát politikailag, és hát reméljük egyébként, hogy nem háborúsan ezekért az erőviszonyokért, ezek a az erőforrásokért, az élelmiszerért, meg a vízért. Köszönöm szépen. Folytatnám még, de sajnos az időnk rettenetesen elszaladt, úgyhogy Póca Istvánnak a Batyányi Lajos Alapítvány szakmai programvezetőjének köszönöm, hogy bejött ide a stúdióba. Köszönöm szépen.